neked is köszönöm. Én ebben a közösségben most először kaptam meghívást, hogy valamit arról mondjak, ami az én szakmai vallásom, és hogy olyan kérdésekkel foglalkozzunk, ami magát az egzisztenciát részét érinti. Hisz amikor arról beszélünk, hogy teljesítmény, siker, önmegvalósítás, boldogság, akkor mi, akik szakemberek vagyunk, az első kérdés magunknak leszünk, hogy vagy te ezzel. Mert én senkinek nem tudok segíteni a teljesítményzottságnak a problémáiban, ha én magam nagyon tisztázom, hogy nekem mit jelent az, hogy teljesítmény. És hát nyilvánvaló, hogy ez a tanári munkából is kerek, hogy mindent nagyon szeretek olyan módon kontextusba helyezni, valamilyen elméleti lábhozatra állítani, hogy együtt tudjunk haladni, el tudjam mondani én, mit értek ez alatt, mit kínál nekünk a szakirodalom, hogy hogyan értelmezzük, de pontosan ezekben a témákban és a coach munkával kapcsolatban mind tudjuk, hogy egy határtalan elméleti birodalomba jutunk, ahol annyiféle coaching van, amennyiféle személyiség elmélet és csaposegítő gyakorlat, hiszen a coaching azt fogalmazta meg, és hogy ebben kellene, hogy egy individuó közös nevezőre jussunk, hogy én szerintem, vagyis az én tanulmányaim alapján a coaching határai nagyon jól megfogható, meddig az, ami coaching, és mitől kezdve már a személyiségnek milyen szintjeiben induló pszichoterápia, vagy valamilyen pszichológiai beavatkozás. Ezért mielőtt elindulunk ezen az úton, és az egyes fogalmakat is így értelmezzük egy fogalmi keretben érzve, elmondanám, hogy az én szupervizor coachingi tanulmányai alapján, és az én határvonásom, ez a határok rendkívül fontosak, a határok kezelése is a mi munkában nagyon fontos. Ez szerint a coaching egy olyan segítő kapcsolati, konzultatív típusú, tehát egy erőadó kapcsolati helyzeten alapuló olyan fajta, tehát konzultáció a klienssel, nem páciens mondok, a klienssel, akinek életproblémái általában akkor is szerveződnek, hogy az életre hogy boldogul, a teljesítmény, a munka, a úgynevezett önmegvalósítás, és onnan kezdve, ahogy a már páciensről is beszélhetünk, amikor arról van szó, hogy az ő lelki gyűlődései őt boldogtalanná, életképtelenné teszik, és bizonyos olyan, vagy mondani, tüneteket okoznak ezen a klinikai nyelv, hogy nehezítik a mindennapi életét, onnan kezdve már nem a coaching az, ami megoldás, még akkor sem, hogyha azzal a bizalommal jön az illető, hogy majd ezeket a problémákat segítek neki felgöngyíteni és megoldani. Tehát ahol már egy olyan klinikai terület van, ahol az illetőnek saját mély lelki problémáival, főként érzelmi életi problémáival kell dolgozni, az már egy határtőleg onnan kezdve már a coach nem kompetens. Na most azért is mondom ezt, mert gondolom erről nyíltan beszélhetünk. És fontos is, hogy beszéljünk, hiszen akkor tudunk mi kollegiálisan egymással is jó konzultatív kapcsolatba kerülni, nem csak a klienseinkkel, ha mi ugyanazt értjük, és van egy valami szellemi közös nevező. Tehát akkor miben értünk egyet? Tehát én most itt elmondtam, hogy itt van a határon, hogy a pszichoterápiát is csinálok, sőt azzal kezdtem a pályát, és azt tanultam először. Tehát ez a határvonás az én stúdiumomban is nagyon sok feszültséget okozott, és ezért például a pszichoterápiás klinikumokban mindig arról beszélek, hogy hol vannak ezek a bizonyos kritikus pontok, ahol nem akarok hatásértést csinálni, de mégis egyszer csak kibomlik az kliensnél olyan probléma, ami már átvezetne a pszichoterápia felé. De én szeretnék is megállni és azt mondani, ha mi így vonjuk meg a határt, vagy magam így vonom meg a határt, mert ezt szerint dolgozom, hogy onnan kezdve átszerződöm a klienssel, hogyha már klinikai problémákról van szó, és valóban azt tekintem elsődleges feladatnak, hogy az érzelmi folyamatokat tudja az illető úgy kezelni, hogy különböző szervi problémák, betegségek akár nélkül tudja, azt a következő lépést megtenni, hogy itt van az én élet problémám, hogy nem tudom zörteni, hogy nem tudok egy teljesítményszintet elérni, hogy folyton kisebbségérzésekkel küzdök a munkával, a tevékenységben, a teljesítményben, innen kezdve a coaching. Na most akkor rátérnék arra, hogy mi az a fogalmi keret, amiben én be tudom átkezni, ahogy értelmezem ezeket a fogalmakat, hogy teljesítmény, hogy siker, hogy önmegvalósítás, amit egész másképp értelmezetne másként szól, mint ahogy a közvéleményben, általában a szakmai közvéleményben is elterjed, és boldog vagyok, hogy elmondhatom, hogy az önmegvalósítás nem az, ami a legszélesebb értelemben elterjed róla, hanem az, ahogy Mászló eredetileg megfogalmazta, és azt is szeretném elmondani, hogy kapcsolható ez
azt tudják, hogy boldogság érzéssel mindez, a teljesítmény, a siker, az önmegvalósítás, mert voltak épp az ember boldogságra született lény. És valóban mindjárt szeretnénk nagyon komfortban érezni magunkat, és ugye mi, akik kulcsok vagyunk, hát ezt a szellemi, és hát mondhatnám egészségi tisztálkodást, mentálni élét, nagyon komoly feladatnak kell tekinteni. Mert néha sérültek azért nem tudunk, hogy a hidat teremteni a kliensen, még konzultatív szinten sem. Hiszen, mint hallottuk, olyan módon működnek, és abszolút egyetértek át, amit Szabó Péter elmondott az előző előadásában arra példára, hogy kibújjan belőle az a lelki reakció, amit egy emocionális involválódás hozott létre. Persze, mert mi az érzelmileg reagens emberek vagyunk, és ezért a rosszul tükrözünk, nem azért, mert akarjuk, hanem mert az érzelmi híd olyan, ami 7% a szavas, 38% a hang, szín, dallam, ritmus, intonáció és így tovább, ahogy a jelentés közvetítődik, és jelentéscsere van interakcióval, nem kommunikáció, interakció. Vagyis, hogy jelentéscsere, mit jelent az, amit én mondtam, és az csak 2%-ot jelent, 38%-ot, mint tudjuk, a hangszín, dallam, intonáció, ritmus, és 55% a nonverbális kommunikáció. És mi kócsok, muszáj ötletről dolgozunk magam is, hát ugye kócsokat csinálok, tehát kócsnak is számítok, kibetjük a kócsok. Mi kócsinkban azzal dolgozunk, ha meggondoljátok, az érzelmi agyi folyamatok közvetítésével, és te se tehetsz róla, én se tehetek róla, mert jobbat értek egy érzelmi agyi közvetítéssel megy át az információ, hogy a jelentésnek 93%-át fogja leolvasni a kliens az én érzelmi üzeneteimből. Tehát a szavakhoz ennyi minden társul, és ezért kell az érzelmi rend a mi életünkben, hogy olyan könnyedtetés munkát jelent, hogy őszintén szólva, csapás sem foglalkozás ez. Ugye van az önreflexió, hogy a klienssel befejeztem a munkát, és összeszedeltünk gondolataimat, hogy honnan hova jutottunk, és akkor azt levázolom, és elhelyezem magamat. És akkor azt rezonáltatunk, hogy a stúdiumunk meghatározott szakaszában, nem tudom, hogy ki volt képződött kócsnak, de ugye van egy feladat, hogy miután a klienssel megcsináltad azt a bizonyos találkozást, akkor kérdezd meg magad, hogy te hol tartasz. Ugye ez az önreflektív munka, a munkával kapcsolatos, és is akkor a szépenségünkre, ami életvezetésünkre is kapcsolatos. Vagyis, hogy eleve bizonyos lépésekre magunkban választ találni, hogy éppen belenyomorodtam az életembe valami olyan személyes konfliktusban, ennek a védett, tehát kivédett az élet nehézségekkel szemben, és nekem szolgálnom kell a saját hivatásomban. Én annyira belekeveredtem a sajátomban, akkor kénytelen vagyok szakmai segítséget kérni, hogy tükröz vissza engem. Mert én már belebonyolódtam a saját személyesbe, és hogyha történetesen mondjuk a kamaszfiammal kapcsolatos problémákkal keresnek valaki olyan, aki a kamaszfiában problémákban van éppen, akkor szinte biztosra lehetem, hogy egyedül nem fogom tudni, mert belekeveredem. Tehát nem is akarom tovább mondani, és bocsánat, ha bárkinek a szakmai tudáshatárait bántom, mert azt mondjátok, hát mi ezt tudjuk már, ilyeneket te nem mondj meg, mi ezt fontosan tudjuk, akkor bocsánatot kérek. Csak hogy egy kicsit magam mondom, mert arról adok valamilyen képet, hogy gondolkodom mind arról, amiben mi most nekünk az egy gondolatanyagban. Tehát ugye önreflektív munka a klienssel kapcsolatban, önreflektív munka az egész életvezetésemmel kapcsolatban, a saját problémáimban, nem hagyhatom ott, valami előadódik, ami személyes baj, muszáj, hogy szakmailag dolgoztam vele, vagyis ezt egyedül nem tudom megoldani. Tehát ezért vagy én megyek a szupervízióba, kérek segítséget, vagy a saját, szóval egy elég kemény munka. Tehát, hogy ezt azért mondom újra, hogy ez egy sokkal tetszetősebbnek látszó foglalkozás, mint amilyen valójában, persze különböző szinten lehet művelni, de hát akkor mindjárt menjünk is a kritikus fogalmak világába, amivel foglalkoznunk kell. Még egyszer mondom, teljesítmény, siker, megvalósítás, boldogság. Hát tulajdonképpen a teljesítmény szóval gondoljunk bárki. Benne van a szó, hogy teljes. Ha valamit teljes egészet hoztál létre, valamit teljesítettél, vagyis befejezted, megoldottad, megcsináltad. Vagyis lényednek a hatalmában, ez a kompetencia, képességekkel, képes voltál belehatolni a helyzetet, és akkor valamit létrehozni, ez az alkotás. De ha megmondjátok, ez egész életünk alkotás. Mi alkotás? Mi alkotás? Milyen életet alkotsz te? Milyen a te életed?
Az életed mintázata, az események, hogy szülődnek bele, abba a születbe, ami maga az életszület. Tehát, hogy ott sikerült neked az egész életed vezetése, megoldása, de hogy birkózol azokkal a nehézségekkel, amit te a férseidnél is segítened kell, hogy ő birkózzon vele. Teljes élet. Egy nagyon hasznos modellre, keret, elméleti keretre találtam Angyal András Kazán fiának. Úgy hívják ezt az elmet bioszféra modell, én azért hoztam ezt el, és talán ezen átért könnyebb ezt megvilágítanom a számotokra, ami a mondandón ezekkel a kulcsfogalmakkal kapcsolatban, mert ne felejtsük el, hogy mondják fogalmakat elemzünk magát az egzisztenciát, de kérdezzük meg az egész életet, a sorsokat kérdezzük meg, milyen a te életed és a lényeg, és magunkról beszélünk először, mielőtt a kliens felé folyamatnál keresztel tisztáztunk magunkban. Milyen a te életteljesítményed, milyenek a sikereid, milyen módon tudod megvalósítani magad, és mennyire vagy boldog. Azt mondja Angyal András, akinek nagyon szeretem az elméletét, miért? Mert egy elmélet kopog üres, hogyha megszólít meg, hogy róla szól és valami fontosabb üzen. És ő azt mondja, hogy két nagy világerő van, a hatalom, és a szeretet is mondhatnánk, hogy az autonómia és a homonómia. Ez a két hatalmas szükséglet, egy olyan erőrendszer, két vektor, és mi lesz ennek majd az eredője? Az autonómia, mert úgy születünk, hogy legyünk valakik. És hogyha azt a folyamatot mi tudatosítjuk, hogy hogyan leszünk mi valakik? Valakivé válni a világban. Jelent nyomot hagyni, mivel? Amit teljesítesz, amit teljesítészet leteszel, vagyis amit megalkodsz. És hogy mi tudjuk, hogy az életnek az utolsó évtizedében életben adat, hogy számot adj arról, hogy milyen jelent nyomot hagysz a világban, hogy mit adtál, kinek adtad? Magadból, másnak, de felsősorban másnak. No, ami most egy olyan világban élünk, ahol nem a másik ember kerül előtérbe, akinek te adsz valami, csak a mi szakmán beszél erről, hál' Istennek, hanem egy olyan teljesítményközpontú világon, ahol a teljesítmény mérhetően minőségkontroll, állandó ellenőrzés, állandó regisztráció, meg nem bízom meg benned, hogy megcsináltad-e azt a ténykedést, ellenőrizlek, beállsz a képezetbe, vagyis egy eldolgiasodott munkakultúrában kell élnünk, különösen a multik világában, az embernek most maga fényes emberi minőségében jelenik meg, hanem mint egy tárgy, amelyik beteszi a maga erejét, mert be kell, hogy tegye, és ebből mit ad a világnak azt, amit képviselnek belőle, amit agyon kontrollálnak, mert nem bíznak meg benne, hogy ő megteszi azt, amit meg kell tenni, és hogyha véletlenül nem megy, mert nem tud működni, akkor azt mondják, állj ki a sorból, van más, van másik. Vagyis anyagi szempontok uralják, materializálódó szempontok uralják az emberi kapcsolatokat, és így az ember mint minőség lesilálni. És az ember ebbe belebetegszik. Éppen azért, mert nekünk nagyon fontos, hogy mi valakik megszületünk a világon. És most bocsássatok meg, ha csak végig futunk a valakivé válásnak a fejlődési folyamatán. Hogy leszünk valakik? Úgy, hogy mikor egyáltalán már eszmélünk anyánk önéből, akkor azáltal leszünk valakik, hogy az én, ugye úgy válik önállóvá, az én cselekvéses tapasztalati bizonyosság, hogy definíciót mondjam, az vagyok, amit meg tudok csinálni. És milyen kötöm két és fél éve. Ne csináld, nem akarom, ne segíts, én magam, ki neked ül és a napszal, kimondjuk azt a lépőt, ez az én határom, itt vagyok én és ott vagy te. Innen kezdve növekszik a mi élünk szelfünk. És mi kerül be ebbe? Mindenük nézzük meg az autonómia, épül az autonómia határai. Mert mi magunk akarunk lenni, valakik a világban, azok valakik, majd átmegyünk autonómia szükségletre, és akik ugyanakkor valakik által elismertek. Mert önmagamban, hogy is volnék mindegy, de most ott tartunk, hogy két és fél éves vagyok, és már valaki vagyok, valamit meg tudok csinálni egyedül. Aztán tanulok, rengeteg mindent, és egyértelművé válik, hogy én lány vagyok, nem fiú, és akkor összeszerepet már begyakorolom, igaz? És akkor bekerülök a 6-10 éves korba, mikor előtt és még semmi önismeretem. Na most ez azért nagyon fontos tudni, mert közben a viselkedésünknek ez a 92%-osan átmenő információban, tudattalan információban átsugárzó része ott töltődik föl tartalomban, ami a legkorábbi időszaknak a nyoma, belésődés, imprintig, beégnek modulok, minták, hogy működöm, mit csinálok. Öntudatlanul nem akarom, mégis úgy csinálom, miért csinálom, mit nem akarom úgy csinálni, mert be vannak végben a korai minták.
és azért haladunk így végig, még gondolatban néhány lépés csak, hogy amikor 6-10 éves vagyok, ez az utolsó olyan korszak, amikor még én nem tudom ki vagyok, ön is lehet zárlattam, ugye 10 éves volt a hoglik föl, mint ezt a Mirei Ferenc leépett, de ez itt van, mondjuk egy bizonyítható. 6-10 éves korban kritikus idő van, szenzitív időszak. Bárki, akivel te kliensen foglalkozol és egy önértékelési problémával küzd, már gondolhatjuk, hogy hol kapta az alapsebet. Mert a folyamatban én felismerem is, ha sérülünk, ott sérülhetünk, hogy van-e önbizalmam például. Bízod benned valaki? Mert ha bízod benned, akkor te is tudsz bízni magadban. És ugye a 6-10 éves kor szenzitív időszak miért? Mert már az én szer, ugye bontakozó önmagát megmutató szer, hogy mire vagyok képes, ugye mind tudjuk a kisiskolás buzgalmát. A Donny Drew, minél abszolút szerint igaza van, tudjátok, ismeritek ezt, hogy ez így van. Valakinek meg kell felelni, aki aztán azt mondja, hogy jaj, de ügyes vagy. Jaj, de klassz, jaj, de jó vagy. Vagy azt mondja, hát nem lesz belőle senki. De most a tragikus, tudjátok mi? Hogy mi ezt elesszük? Hogy amit mondanak, de nincs önismeret. Vagyis mi legyeljük? Milyen vagyok? Sajnos azért, nem felelek nekünk. Képzelt fiás leszek. Mert azt mondják, hogy képtelen vagyok rá, azt mondják, hogy buta vagyok, stb. Itt kapjuk azt a sebet, ami miatt a mérnértékelésünk, ha valahol ingadozik, akkor kereshetjük ezt a hullatot, hogy mikor. És akkor ugye innen már az identitás építésbe bejutok. 10 évig építgetem azt, hogy ki vagy te, hogy ki vagyok én, és tudja, hogy akkor tudom, hogy mit keresek ebben a világban. Mit akarok én, itt nyílik ki, hogy milyen pályát fogok választani. Aztán beleszuszakolnak minket, abban, hogy döntsd el, hogy mit akarsz csinálni, és éretlen vagyok rá, miért? Mert most nem mehetek részletek, hogy ez a kor lennyire nem segít, hogy érzelmileg beérjek arra, hogy döntőképes fiatal felnőtt legyek. De tényleg, hát dönts már el, hogy mit akarsz tanulni, csinálni, valamit itt kellene csinálni. És hát látjátok, hogy nagyon törvények uralkodnak az identitásig, és olyan folyamat, ha nem teszünk neki lelkileg eleget, ott van 30 évesek, nem választanak pályát, nem tudnak mit kezdeni magukkal, általános probléma, látjátok? Ezek közös probléma, jönnek hozzánk szülők, meg felnőttek, mit csináljak a 32 éves fiammal, mert nem akar elmenni otthonról, nem akar megnősülni, nem akar megnősülni, nem akar párkapcsolatot, stb. Kéretlenség van. Miért? Mert az éléshez mi kell? Hogy két dolog kialakulja, mert egyre viszont azt mondta, akkor vagy felnőtt, és magunknak is nem muszáj állna, magunkat kell kérdezni. Élettel nőtt vagy, akkor tudsz elköteleződni és felelősséget vállalni. Aki ezt a kettőt nem tudja, az akár hol tart. Még 40 évesen is lehet sertülni, ha vele gondoltok. Sajnos ez van. De most ugye az autonómia, valami építészet a lelki építkezésben, hát nagyon fontos, hogy azzal számolhassa, hogy akkor elég élet vagyok-e, és hogy rátaláltam-e arra a pályára, mert hogy valami végre születtünk, ugye? És akkor szembenéztél-e már azzal, hogy fiatal felnőttként, mint ezt már Ericsson is tanítja, ismeritek az Ericssoni fejlődésmodellt, és azt mondja, hát ez a kérdés, mit akarsz kezdeni ezzel a világgal, és magadtal elsősorban. És ha nem találom meg azt az irányt és pályát, ugye pályának is jelezünk, az az utat, ami vonz engem. Na de egy hajlamon van, ami hajt, és valami, ami hívés volt, és a rátalálás. És akkor azt mondjuk, hogy a küldetést kellene valahogy megtalálni. És már mondjuk 10 éve ezelőtt ez a szó, hogy küldetés ügyének nem lehetett kérdezni. Mert egy misszió küldetés, hogy ennek ha valami olyan spirituális szava, vagy nem tudom mi. Ugyanakkor meg az ember igenis magasabb emlőlény, mint a másik emlőlénynél, mert hogy célokságban rendelkező, teleologikus nekünk kell, hogy legyen valami, ami mint a cél egyenesre ráfeszít minket, hogy merre akarunk tartani az életben, és itt jöttünk a teljesítmény problémánál oda, amit angyaladás nyomán mondhatom, az autonómia szükséglet, hogy kell, hogy ebben legyen siker. Mi a siker? Most hát itt egy nagyon fontos dologhoz érkeztünk, és a muszáj a másik oldalt a autonómia szükségletet bevonni, mert hogy mi tartozunk valahogányhoz, és hogy az, hogy nem csak vagyunk valaki, itt vagy egyedül a világban. Na ki vagy te? Honnan tudod, ki vagy te? Egymilliószor idézték József Attilát, lejáratom magam, újra idézek én is hiába köröztött önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Vagyis amikor én építgetem magam, csak általad is tudom. Tőle tudom, mert a 10 éves kor között, hogy én valamire való vagyok. Te vagy egy szerencsétlen kis tudatlan, az is maradok. De beégés van, de rögzítések vannak. Vagy azt tudom meg, hogy ugye ez a bátorításnak a lényege. Ugye lehet, hogy egy kicsit van csinálni? Hát bátorítunk, erősítünk, ami van, amit felvesz.
megkeressük azokat a nyomokat, mikor voltál valamiben sikeres, hogy csináltad azt, mi volt az még, ahogy elérted. És hisz, akkor képes vagy rá. Ha képes vagy rá, akkor meg át tudjuk vinni, most is meg tudod csinálni. Ugye, de ezekkel az erőkkel dolgozunk, ha elekozdulunk ebben. Most ilyen homonómia, odatartozás. Már hajnán a hasától kezdve emberi kapcsolatokban vagyunk, és közvetlenben, és még közvetlenebben, és intim kapcsolatokban, és megvan a hierarchia abban is, hogy a kapcsolat rendszerben kik a fontosak, mik a fontosak. És most ugrok egyet, mert a teljesítménytől, hogy valamit teljesítmény megtenni, valamit megcsinálni a világban, odaugrok, hát hogy kinek vagy te fontos. És akkor a boldogság pszichológia első tételét leteszem, angyalodás szükségeltségi szükséglet. Ha egy olyan ember van a világon, aki tudod, hogy annyira fontos vagy neki, akkor te mindenki halni se tudsz. Élni kell, akkor úgy érzed, a vitális erők, az immunrendszer is összeszedni magát. Ezért ugye valakiért élni tudunk, és valamiért is élni tudunk, ha visszamegyünk a teljesítmény oldalra, ha rátaláltál arra az útra, ahová hajtott a hajlamod és ahova hívott valami, hogy itt jól érzed valami otthonos neked. Hányan keresitek, hogy úgy látszik, hogy a kocsinkban lesz valami olyan, ami lenevék az életemben, amikor én megtanulom önmagam és tudok segíteni a másikban is. És ez a keresés maga olyan, minden mikor történik az életben, csak lényeg, hogy a találjál, mi a te küldetésed, mivel tudsz te legtöbbet adni magadból a világnak. Mert hogy ez a nagyon érdekes angyalandás modell az, hogy a homonómia, hogy szeretve vagyok és szeretni tudok és valakinek fontos vagyok, és ezáltal vagyok valakinek, te tükrözöd vissza, hogy én ki vagyok fel magamban, mert hogy tudnám, hogy én mit érek, mi vagyok, ki vagyok. És ugye azt mondja a teljesítmény oldal, hogy mit tettél le a világnak magadból, a saját képességeiből. Vagyis hogy ezt a fajta érdekes dinamikát, hogy te adsz a világnak magadból, megadod, amit elég tőle, és ugyanakkor értékeli a világ azt, amit te így megtettél és leadtál, ez ad egy teljességet. Ez fogja adni azt, hogy a két szükségletnek az eredője úgy nevezi ezt, Angyal András, hogy szerfexpanzió, önkiterjesztés, adod magadból a világnak, és akkor ugye muszáj azzal is számot venni nekünk, aki különböző életkorú szakemberek vagyunk, hogy van egy fejlődési ciklus, amiről tudjuk, hogy amikor elérsz életközépre, 40-50-es éveidre, akkor nem csak biológiailag természet másik helyzetben, hanem lelkileg is abban a parancs helyzetben, amit életközépi krízisnek nevezünk. Az 58 éves példájában, ugye Szabó Péter előadásában mondta, hogy erre látjuk rá, amikor ha akarod, ha nem akarod, meg vagy szólítva az élet által, ez a belső fejlődésnek egy programja, hogy mit értél el, mit csináltál, mit adtál magadból a világnak. És nagyon érdekes, mert 40 éves korig, ugye és akkor ott az önmegvalósításra is kitelték, nem mondta röviden is, de muszáj, 40 éves korig az működik, ez a biológiai és lelki program. Ez inzik magából eredő lényegi fejlődési program mindjártban, amit adjál másnak a világnak úgy, hogy lényegében a te életet építed. Legyél valaki a világban, egy családod, alkos gyermeket, bocsánat, hogy így mondom, szűj, kenőket, és alkotás, ugye a nő emberi lényege, hogy megfelel annak, ami felvilágra jött, hogy küldetése, hogy a életet tovább vigye, stb. De nem akarok ennek a mélyre menni, de az, hogy önnek valósítás, az mit is jelent? Mászló a következőt mondta, nem ezt mondta, hogy önnek valósítás, átkeresztelés, önaktualizációról beszél. És milyen más az, önaktualizáció azt jelenti, és kapcsol össze a homonómia fogalommal az autonómiát, hogy te úgy leszel valaki autonóm lény, és tudod, hogy ki vagy, csak azáltal lehetsz, hogy amit van, amivel jöttél, amit kaptál útravalót, azt egy olyan környezet vesz körül, amely úgy segíti, hogy te világot magadból önaktualizál, mert felszabadítsd, és hogy kinövezd magadból, hogy ahhoz, mint ahogy de, hogy ezt a hasonlatot használja a humanisztikus pszichológia másolóta, hogy a süt a nap, mint ahogy a szükség van az esőre és a tápanyagra, úgy van nekünk, bőnlő emberkéknek szüksége erre a támogató környezetre, ez az önaktualizáció. És mivel körülbelül az élet középi, nagyon fontos, hogy teljesítsük azokat az élet feladatokat, a
ami mindig számára életkor ciklus szerint, mint a parancsolatot állapodunk, és tudjuk ezt számolni kell vele. Hiába előzött, nem hagyhatsz ki egy szakasz se, mert akkor pótolod majd később, és nagyon szerencsétlen módon. Tehát nekünk ezeket a gondolatokat muszáj valahogy a magunkban úgy kezelni, hogy ennek a gondolatrendszernek a fényében foglalkozni magunkkal és a másik emberrel. De most ugye akkor ön megvalósítás. Ez nem azt jelenti, hogy én környezettől függetlenül, hogy ezt diktálja ma, a mai kor. És ez a fajta mentalitás, és ez az embertelen kultúra azt mondja, te csak ne nézz se jobbra, se balra, menj a célod irányába, és az érdekeink irányába. Mi a legfőbb etikai parancs? Ugye etikai relativizmusban élünk. Hát az a parancs, hogy te csinálj magadból valamit, valakit, legyen ezzel azok amazott, és ugye értékvilág helyre állásáról is ugyanúgy beszámolat, hogy tudjátok, hogy ez van, hogy úgy határozza meg valakul az identitását, hogy ki vagyok, hogy mit van, hogy milyen tulajdonod van, hogy mit van, és közben az igazi, eközben, hát ezt már Jean-Paul Sartre is leírta, és sok évtizeddel ezelőtt, hogy végtelenül nagy bajba az identitásod meghatározáson is kik vagyunk a világban, azon át lesz fölmutatva, hogy még csak nekem mi van tulajdon. Tehát a tulajdonnal kiszolgáltatott vagy. Azonnal nem tudhatod, hogy önmagadért szerette valaki. Ez a legfontosabb. Mert fontosnak lenni a világban, valaki számára olyan fontosnak, hogy te vagy a legeslegfontosabb szükségességi szükséglet, ez az a legnagyobb érthető erő. Tehát tulajdonképpen úgy kapcsolódik az egy 70-es éveinkre elérve, ezt ott már megcsináltam az életed, ami sikerült, hogy van családod, akkor jól teljesítetted az életfeladatot, hogy már a generativitás, tehát hogy továbbadod a kultúrát, már van foglalkozásod, amit nem tudod foglalkozni. Na de az a probléma, mint láthatjuk az 58 éves férfi esetében, és akarja, nem akarja, az az életközépi krízis eléri, ami elé áll, és azt kérdezi, hogy hát valójában mi végre érsz? Tolsztojnak olvassátok el a saját élettörténeti krízis leírását. Én összeszedtem a magyar íróknak, művészeknek a saját önvallomásait, akik azt leírták, hogy ez bizony így van. Mi nem mondjuk így csendben, végig szenvedjük, vagy sikerül, vagy nem átlődjük rajta, hogy lényegében mindünket elér ez a nagy kérdés. Na hát akkor mi lesz, lettél? Na most nézd meg, mit csináltál az életedben. Mit értél el? Itt vagy 40, nem tudom, mennyi éves életközép. Fenn vagy a jelenőn, a csúcson, úgy hívjuk ezt, lakítunk a klimax, fönn vagy a csúcson, és innen akkor, hogy lesz az életed másik fele? És ne felejtsük el, hogy az önmegvalósítást helyettesíteni az önaktualizációval, milyen erők vannak benne, amiket megtalált, odaadta a környezet, a segítő erőt, hogy te az legyél aki, és szeretettel körülére itt vagy valaki számára fontos, és hogy van kiért, és van miért élned, ez a két főtétel, a életben tartva, kiért, és van miért élnünk. De akkor mit csinálsz az életeddel? És amikor mi találkozunk a 40 éves elmúlt klienseinkkel, akik a legkülönböző problémákkal jönnek, akkor nem akarjuk figyelnek ki, hogy alattomosan hogy miért áll ez a szükségszerű fejlődési krízis, hogy ők hogy válaszolják az egzisztencia ama kérdését, és ez az eszencia. Mert mi az, hogy egzisztencia, hogy létezünk, az eszencia, hogy csinálod? Hogy az ilyen az élet minősége, hogy mit tudsz belőle kihozni, hogy mennyire tudod boldoggá tenni magad. És ugye ott van optimál, tudjuk, hogy ott bujkál, a klienségben van az olyan, hogy ő se tud még megfogalmazni, hát nem tudjuk azt a tudatosságot elérni a népességben, hogy mindenki eléggé tudja, hogy mi vár rá, hogy számoljon mindezekkel. Tehát tulajdonképpen egy tudatlan életvergődésével állunk szemben. Így van, mert nekünk is választ kell arra adni, hogy akkor hogyan tovább. És azt is tudjuk, hogy innen kezdve működik lényegét tekintve egy mély előad minden emberi személyiségben, ha csak nem beteg vagy nagyon hibás a fejlődése, és hogy valahogy abszolút zsákutcába került, ha nem ez van, hanem egy normál fejlődés, mert mint amiben mi vagyunk, amit veszük föl, vagy többé-kevésbé azért mi. Ugye normálisak vagyunk, most bocsánat, hogy ezt mondom, zárójel következik, az első pszichiátria órámon azt mondta Omiklós professzor, hogy hát most ne kellene önöknek számolni adott ki a normális. Tartott egy hatásos tünetet, azt mondta, hogy nem ismerek össze tehát kérjünk vissza arra, hogy mit mond Viktor Frankl, aki üzenetet ad nekünk arról,
hogy hogyan lehet az életet értékké alakítani úgy, hogy jöjjön belőle azt, hogy ki boldogságnak. Jól létnek, nem jól létnek egy jellel, jól létnek, tehát komfort érzésnek nevezik. Azt a példát adhatod hozzá, a látó szem önmagán túlnéz. Ami azt jelenti, hogy ha én elérek egy bizonyos életpotenciált, hogy mire vagyok képes, aktualizáltam, kibontakoztattam, a lehető legtöbbet teljességgel jól működő személyiség, ismeritek ezt a Rogers-i fogalmat. Tehát amit csak tudom, már kihoztatok, akkor hételezni föl, úgy sikerült, ahogy közéletes úgy se lehet, de hogyha már én ezt elértem, akkor majd hogyan tovább, és egyben, ahogy rátalálok arra, hogy nekem, hogy olyan tovább tudok segíteni, segíten ezt árasztja a te érzelmi agyod. Mert nem a tudatos, amit te kimondasz, hanem az érzelmi agyod fogja azt üzenni a másiknak, aki automatikusan megoldolja, mert automatikusan desinfírozza, és nem tudsz ebbe beleszólni, hogy ilyen rejtett érzelmi üzenetek borzalmas mennyiségben mennek. Tehát a kliensthez, ha te ezt nem rendezed saját magaddal, az adott életszakasz feladataiba, hol tartaszkodjodottad meg, akkor nem tudsz eléggé, nem tudod ezt az érzelmi tudat jól kialakítani. Ám bár hát lehet, hogy most nagyon teoretikus. Tehát akkor van, ami most teoretikus, hogy az, hogy mennyire tud hatékony lenni, az nagyon nagy mértékben a személyiség közvetítő erőitől függ, és hogy ugye azt is kimutatták, hogy módszerek át megféle kocsinak, ilyen pszichoterápiából lehet módszereket, gyakorlatokat, technikákat, hogyanból különböző a merítés, és azt mutatták ki, hogy a hatékonyság személyiségi kényező, döntő a személyiségi. Vagyis ahogyan te ott vagy a helyzetben, és ezt a bizonyos érzelmi vidat meg tudod teremteni, vagy nem tudja a kliens nekem teremteni, mert eléggé nyitott vagyok és odafigyelő, ugye az szerint vagyok elég hatékony. Tehát az életnek a bizonyos másik felében, ha magamból nem adok a világnak többet, mint amire nekem szükségem van, tehát nem adok vissza, hogy úgy mondjam, ha én nem tudok valami többletet a világnak, ami rajtam túlmutató, az életszféláimon túlmutató, hát én már többé-kevésbé kész vagyok, nem szülök újabb gyereket, nem nemzek újabb gyereket, nem lesz újabb gyereket, már nem csinálok ki a családot, ha csak nem úgy keveredik be az élet középi válságba, hogy egyszer csak rájön, hogy mint amit egy nagyon jó kis vers megfogalmaz, kérem én nem játszottam, játszani szeretnék mostan, és idejűleg 50 éves Lidi számára, hogy ő még bizonyos tart, hogy még rossz házasság, elrontott élet, újra szeretnék kezdeni, és az életközépi válságból kikerülünk, hogy valakit választ, aki az öregeskedő feleséget elhagyjuk, választjuk valaki, aki sokkal fiatalabb és itál. De most nem akarok belemenni abba, ami fenyegető, és ami mindenki más elhanyagolhatja ezeket a szempontokat. Nem törődik vele, nem dolga, de nekünk dolgunk. Hogy mi ezzel számoljunk, és mi ezzel gondolkodjunk ezzel. De most tegyük fel, nem akarok senkit megsérteni, mert lehet, hogy van itt olyan coach, aki szintén arra jutotta az élet középi krízisében, hogy új életet akar kezdeni, és akkor azt tudom mondani, hogy amerikai vizsgálatok igazolják, ha az élet szakaszoknak a feladatait nem veszünk komolyan, akkor nagyon rossz következményekkel, de tehát az új életkezdéssel az esetek legnagyobb részében olyan kudarcok következnek be, amik a szelt érték tudatát, tehát hogy ki vagy, te mit érsz, azt nagyon súlyosan rombolják. Tehát, hogy nem lehet 50-60 évesen megfelelni egy olyan szeretnek, amire egy fickós 20 éves vidámon megfelel, bámocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, hogy nem tudom, olyan módon működnek az értelmi csatornák, az értelmi sebesség, ráadásul veszünkre, betörténik az, hogy ugye hormonális átállások, minél maszkulinizálódunk, időt is tűrül, ahol nem szeretnénk férfiasnak. Sajnos így van, ilyen szomorú nehéz dolgokat kell mondanom nektek, de ami ezzel számolunk, akkor nem olyan tragikus dolog. Csak értem, hogy eltudulnak, mert ez itt a hatóképesség, bár nem akar adni a hatalmat, és ugye hát az autonómia nincs a hatalom, a hatni tudás. Ha vele hatolsz valami, akkor nem csinálod, amit meg akarsz csinálni. Ezért mondja ugye azt, hogy van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy a neve, hogy elisztél gyermeket, építs házat és ültessek fára szeret. A férfi dolga, vagyis az alkotás a férfi dolga. És mi mit alkotunk ők? Abszolút körülveszünk ezt a bizonyos felé alkotót, úgyhogy befelé alkotunk egy családot, valami olyat, ahol meg tudjuk teremteni azt a melegséget, amiből is így tudunk el, a mai témának egy sarkalatos pontja a motivációhoz.
a motiváció, hát mi ad neked arra valami töltési inspirációt, kedvet, lendületet, hogy egyáltalán fölfejlődjek. Honnan jön ez az erő? Már itt is vagyok a homológia közepébe, a szeretett érzések közepébe. Fontos vagyok valakinek, akkor érte, megteszem. Fontos nekem valaki, akkor megteszem, érte. De ha nincs ez az érzelmi töltés, hogy valakinek, de nagyon fontos, vagyis valakinek ez nagyon fontos. Boldogság első tétele. Szükségességi szükséget. Valaki számára nagyon fontos. Vagyis, hogy elérjük oda, hogy egy jövő tényezője a boldogságnak, hogy valóban valakiért fölkelünk, valamit megcsinálunk, és akkor most, hogy mindazt a tenni gondolatban végigutatunk, kiraszolni tudja, elmondanám, amit nem tudom megcsinálni, de bármikor szívesen együtt is megcsinálom veletek, mert hát egy órácska legalább kell hozzá, motiváció újraépítés. Tehát ezt a gyakorlatot, ez tulajdonképpen technika, de felesetelek pszichológiával, és el is mondom neked, hogy a technika minden egyes mozdanata, hogy szólítja meg benned a gyermeket, aki még kívülről kap valami töltést a gyermeket, csináld meg, és meg csinálom neki, mert szeret. Mert szeretem. Szeretetből működöm, mint kicsi gyerek. Aztán azt mondja nekem, te olyan ügyes, okos vagy, bátori, tehát megkapom a töltést, hogy a szeretem bátorodjon, gazdagodjon, stb. Most mondom magát a gyakorlatot, hogy van egy olyan, hogy jön egy kliens, és azt mondja, abszolút elegem van. Ugye vagyok fáradva, hátam közepe, hogy lássam azt, amivel nekem foglalkoznom kell. És szeretném azt mondani, hogy nektek nagyon gyakori. Milyen lefáradások, szárnyatörött egzisztenciák, nem akarom már ezt csinálni, és nagyon különös. Hát bocsánat, én most nem tudom, hogy mennyire mondok titkokat, vagy akármi, de hát nem mondok neveket, de a vakvilágból nagyon sok olyan kliens van, aki azzal jön, hogy elegem van. Hogy én ezt nem akarom tovább csinálni. Na most akkor mit csinálja? Mihez kezdje? Hát mire van motiváció? Mit szeretne kezdeni? És akkor jönnek olyan fajta illúziókkal, ami egy olyan gyermek álom, hogy mit kellett volna neki tenni, pályát éreztet, nem itt kellett volna, nem erre kellett volna tartania. Dolgozunk vele, hogy megértsük, hogy hol van a gyökere, mint ahogyan ugye meg kell értenünk, hogy nem csak egy jelenség van, hanem és a dolgoknak története van. Hát az a helyzet, hogy története van. Oka az emberi dolgoknak nincs, de annyi ok, és zsinórban, és hálózatosan összeszövődve, hogy azért nem mondhatom azt, hogy ez az oka annak, hogy ez csak a mi agyunkban van így, hogy azt mondjuk oka van, és okolunk is. Azért nem élek normális házasságban, mert a párom ilyen-olyan, amolyan kisvárosok. Okot kivisszük, és a kiválásra keresünk. Tehát együtt csináljuk az életet együtt. Akár még egy kicsi párkapcsolatban is, vagy üdöntök a párkapcsolatban, te is építed, meg a másik is. Tehát ketten együtt valamit összehoztunk, ki a te részed abban, hogy a dolgok így vagyunk, és sikerülnek, hogy versenyeknek. Na, akkor most nézzük meg konkrétan, hogy tehát van egy motiváció, egy kullatás. Hát akkor valójában mit is szeretnél? És a kíványa szerint mit szeretne az illető? Hogy a gyakorlatok azt kell, hogy tételezzük föl, hogy azért neki gyerek valami, hogy mit szeretne elérni. De azt mondjuk, hogy borzalmas messze van, mondjuk oda az ajtóhoz, teszünk egy széket és arra valamit, ami szimbolizálja azt, amit ő szeretne elérni. És innen ilyen végtelen távolságban, mert annyira messze van, az emberi messze van. És akkor ugye elkezdjük, hogy megkérdezzük az illetőt, hogy beleegyezik-e abban, hogy egy kicsit messzire visszamenjünk, amikor ő nagyon kicsike volt. Kisgyerek volt, és valaki, ki volt az, aki úgy hatott rá, mondta, hogy így vagyunk, nem tudom, hogy te mondta, hogy csinálj valamit, de jó volna, valaki, hogy mondta. Én nem tudhatom, hogy mondta. Ő hezitált, tudjátok, milyen nehéz megkeresni, hogy nektek azonnal feladat, legyetek szívesek megkeresni, hogy mikor ilyen pindulkák voltatok, amikor az eszméletek által visszaterjed, ki volt az, akinek hogy nem is mondhatok, hogy jól megcsináltátok. Akinek elég volt a szava, és nem fél utána. És azt csináltad, amit ő csinált, ki volt az? Meg van? Jól van. Na, hogy volt az? Hogy szólított téged? Pincsi kérnek mindenkinek, fontos, hogy szólítok. És milyen hangsúlyan mondtam, úgy mondok neked. Na most mindjárt, ha tüleltek magatokat, a hang rendkívül fontos. Nézzétek a fülünknek kizáró vissza. Ez egy kritikus tény a világban. Csak gondolom, akkor a fülünknek kizáró vissza.
érzik, mint hogy átkapcsolódja elé, és a hangcsatorna mindent átkap, és átszínezi a jelentést. Tehát, ha te vissza tudsz emlékezni, milyen hangsúlyjal mondta neked az a valaki? Nem tudom, de már lehet, hogy megtaláltad, hogy neked ki volt az, vagy hát apukád, vagy mama, vagy papa, csak olyan, akit szeretsz, és aki szeretett téged. Hőleg, aki számára te nagyon fontos voltál, aki szeretett téged. Ő mondjuk azt mondta, hogy légy szíves, vagy gyere, vagy csináljuk meg, lehet, hogy tisztor kell elmondani, hogy emlékezz, a hangra emlékezz, milyen hangsúlya, hogyan mondja, és akkor mi ezt meg tudjuk tenni, hogy valaki már olyan még egy szívodramatikus játék tulajdonképpen, el tudják képzelni idáig? Azért mondom, hogy mert a végén azt is elmondom, hogy magunk vagy papírlappal, hogy csináljuk meg ezt az érintkezést. De ha nem mondom el az egész utat, akkor nem tudjuk, hogy mit csináljuk. De ezt meg is próbáljátok, ilyen konkrét bejátszással megpróbálhatjátok. Nincsen benne semmi titok, mert egy pszichológiai belső építkezési folyamatra rakódik rá, mert nekünk motivációja az, hogy van kedvünk körkelni, van kedvünk valamit megcsinálni, valamihez hozzáfogunk, ez a lendület, ez az erő, ez mind szeretettából jön. Szeret téged valaki? Szeret téged és elismer? Valóban elismeri, és valakorunk azt mondja, szuper, amit csináltál. A sikerrel is foglalkoztunk, de nem tudok már minden úgy összeszedni így a szállamat, hogy amit hoztam, mindent elmondja, bocsánat, de a sikerrel azért egy ilyen felülős idele, bocsánat, egy ilyen nyekeményi szóval igen, a siker olyas valami, amikor elkéred a célt, és valaki azt mondja neked, nagyon jó. Hát ez szuper, de lehet, hogy csak új ételje, de az a valaki legyen fontos, akár a szakmai teremben, legyen észrevéve a teljesítmény. Nem adjon dicsérve észrevéve miatt, akkor a családban pedig legyen elismerve. Ha te neked nincs kedved főzni, vigyeld meg, hogy az egyik komponense az, hogy megeszik, fölállnak, ott hagyják jó napot. Azt nem mondják, hogy de jó főzték, mama vagy akár micsodát. De ez hozzátartozik, hogy kenyekekkel legyen a lelkünk, hogy annyit strapáltam, míg egy étel elkészült. De hát nagyon fontos ez, hogy legyen, aki elismeri. De az az út, amit megteszek, önmagában nem tudok tenni, mondja Csíkszentmihályi Tudó, hogy odaadom magam. Napomonómia és autonómia. Kilépsz a saját autonóm lényedről, határaidat feloldod, és alkotod folyamatban vele, húztatod, beleadod. És boldog vagy, mert beletetted magad, és ez a flow, amiben kiáradunk, és így lesz egy önkiterjesztés, ugye, hogy magad adod a világnak, és építed a világot. És hát csak ennyit adsz a világnak általa. Belőle származott alkotás, akármilyen a jele vagy nyoma, hogy te megtetted, a lényeg számára egy dicséret, egy igen. Aha, ezt nem tudtam csinálni. És így az önértékelésben így is kap egy plusz. Mert volt egy kicsiben, ha egészen távolati módon gondolkodunk a sorsokról, akkor bármilyen a te életterved, filozófiád, mindigre élünk, merre tartunk, mi élünk, csak lábunkra adjuk az időpontjában. Hosszú távon tekintve. De mégis nagyon fontos, hogy meglegyen az a páratlan lábnyom, aki te vagy, és aki majd esetleg egy idő után te voltál. Tehát ez az, ami az emberi életet magas minőségre emeli, mikor át van szellemítve az, ami életünk, amit megteszel. Az átszellemítés azt jelenti, hogy a világ számára valamilyen kis értéket tehát a szültél egy gyereket, felnevelted, adtál a világnak valamit, amit te adsz magadból a világnak, az mind egy abszellemített adomány, és ilyen értelemben beszélhetünk spirituális dimenzióról, amivel most megint nem tudok belevenni, mert megint külön érdemes lenne küldetés, spirituális dimenzió, és elhatárolni attól, ami mindig megakasztja a mi gondolkodásunkat, a populáris gondolkodást, hogy azt mondják, ó, spirituális dimenzió, az valami vallási dolog lehet. És én nem akarok, én is vagyok vallásos, ők is nevelnek engem. Közben meg egy és más a vallás és más a spiritualitás. Mert az, hogy magasabb töltés a valami végre élés tudata, gondolata bennehez, hogy szeretnék valamit tenni, ami megfelel a mi belső szükségleteinknek, igényeinknek és amit a világ is értékel, hogy kiadok magamból a világnak és építem a világot, ez már a
az átszellemítés maga, mert a szellemi erő az anyagra behatolható, hatolható folyamatá áll. És nem akarok nagyon filozófikus magaslatra menni, de egyébként röviden azért még elmondani, hogy nyilvánvaló, hogy a vallás dogmarendszerekbe fogalmazó hitételek, hite, meggyőződések, rendszere, az a vallás különféle. De azért a vallásoknak megvannak a kódexei, a szentiratai, amik megadják azt, hogy mi végre éljél. Adnak egy útmutatást. Ezt teheted, azt nem teheted. Ahogy ezt föladjuk, erkölcsi relativizmus áll elő, amiben mi most élünk. Mert hogy mi az erkölcsiség van, mert tudod, mi szabad, mit nem szabad, azért általában tudjuk. Vagy sűrű. A pszichokat át tudják a legjobban, mert nem szabad, mit nem. Az erkölcsösségnek, hogy azt nem ítélek-e, azt teszem meg azt sem. Hát az elég érdekes. Na most azért mégis szeretném neked értudok, hogy a motivációs játékot játéknek, játékvédőt, mert egy óriási építőereje van. Végig kell mondanom, mert nem megyek el a hírből, hogy végig nem mondanám. Hát csak azért sem, mert működik a cellgázikert, megősíti a pszichológia, befejezettségek, törekvő számú, jelenségek és más tekintségek kell valami. Nem fejezel be valami, ne hagyd itt van, mert a legfeljebb mit van arra. És arra készen, hogy foglalkoztál vele. Vagy ha nagyon akarsz vele foglalkozni, vagy csak mit van, vagy biztos, hogy arra ösztönöd, hogy foglalkoztál vele. Tehát ott tartottunk, hogy megtudjuk, hogy anyuka, apuka, ki voltak, aki az első indítást megtudta. Ez az érzelmi levalaki, mert te akkor voltál. Na, fogom a kezét ugye a kliensnek, és menjünk tovább. Már ott ül az az anyuka, mert ők ketten is ott ülnek, akik majd az építkezésben a segítségére lesznek. Mert építkezésről van szó, és minden építkező folyamatra kell gondolnunk. Idáig tudok követni. Nekünk komisok vagyunk. Az óvodában én voltam az, akinek egy játszottársukra mondta, hogy csináljuk, azt csináljuk mi, és ki voltak jó barátok, stb. És kivetve arra, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk. Mert ez is egy erő, és képzeljétek el, hogy a idegrendszerileg igazolt, hogy a motivációs láncok épülnek ki, hatalmas láncolatok nagy erejére, hogy le van zövekelve ott a kezdeteknél, és a láncszemek egymáshoz kapcsolódnak, ha én újra akarok valamit építeni, a láncszemekbe bele kell kapcsolódni, az már megvan, és arra rá tudok kapcsolódni, ugyan, amit most szeretnék megépíteni. És tulajdonképpen idegrendszerileg is dolgozom, de meg magasabb motivációs szinten is dolgozom a kliensen. Most akkor fog is akarni, de senki sem volt. De már az iskolában az volt, biztos, hogy volt. Mert a tanítónak igazolom, szeretet, nem szeretet. Mit mondott, és időn el, és beigazolom, hogy figyeld meg, hogyha talán valakit, aki meg tudta mozdítani, motiválódta, az biztos, hogy olyan volt, aki azt mondta, jaj, de biztos van, jó van. És szerette, és biztatta, bátorította, és ebből is megbizonyosodik, hogy szeresd, biztos, bátorítsd azt a 10 éves gyereket, és hogyha elmarasztalod azt, amit megbélyegzed, vigyázz, mert olyan lesz. A bélyeget ráteszed, mert még önismereti zárlakon azt tudja magáról, amit te mondasz. Na, akkor összeszedjük, hogy mi van az iskolában. Már oda legyünk, hogy szélére szépen azokat a szereplőket, akik majd, de képzeljétek el, hogy be kell gyakorolni, hogy azt a hangszínt tudja mondani, ahogyan az a tanítónéni mondta, hogy édesen hangos vagy, mert hangos, hát valahogy. Mert a hangcsatornán az emlékezésnek a láncolatára rá kell találni, rá kell helyezni a dolgot, amit most építeni. Mert a célba oda elhelyeztem, ahogy én most mit akarok fölépíteni. Most én mit szeretnék tenni, ott ül a széken, vagy ott van a széken, Isten tudja, milyen messze, mert még építkezni kell. Most folytatom tovább. Megvan, hogy elemi iskolálások, hogy mikor az idején itt ilyen pszichoszexuális ülés, amikor már jönnek fiúk, azt mondják, hogy szép, hogy mondja, hogy most a fiúk, gyere, csináljuk egy dolgot, mit mondta, hogy mondta, és akkor azok a hangok, azok a, hogy téged tartott a legszebbnek, lekonszolnak, hogy úgy ment utána, jól van, nagyon jó, és mit mondott? Mondott egy olyan dolgot, amitől te belelkesültél, hogy az ő számára jelentős vagy, vagyis jelentős a világban. Hát mit mondta, hogy ismert el, mit mondott? És hogyha valami volt, amiben döcögött az életet, mit mondott neked, hogy bátorított? Mondta, hogy hát mit tapott? Számíthatsz rá? Hát én melletted vagyok, meg hasonlók. Mindenkinél össze tudjuk vadászni ezeket, meg ott vannak. Nem beszélve az ifjúkorról, hallasztál végképp az intimitás, végképp azoknak
szerelmet, bátorításot. Olvi csaklott meg az életet, és kisegített, kimondott, mit mondott, amit téged átöntített. És ne felejtsük el a trombok, óriási szerelem töltenek el. Már az utolsó tűzlet, azok, akiknek ott vannak, mondanak, ahogy gyakoroltak, milyen hangon fogja mondani, és már itt vagyunk a fiatal felnőtt voltak, egész odáig el kell érni, kibátorított. Volt olyan helyzetben, ahol csapatos kibátorított, mondjuk például a sportot, hát lehet tudom képzelni? Ugye túl vagyok időn, bocsánat. De szóval mondjuk sportolás volt, és akkor lelkesen szurkoltak. És kiskorúsba kiabáltak, hajrá, hajrá, mitka, hajrá, stb. Megcsináljuk a kiskorúst, jól van. Föláll a kiskorús, megy a korolját, felügyel minden pillanatban, összefogjuk a láncot. Ragasztani a kapcsolni, az újabb hozzákapcsoljuk, a megnyílő biztos, amire időtöz. Megvan a kórus, hát ha van. De mindent összebogarászunk, ahol csak neki volt bátorítás, elismerés. Ugye mikor már magasabb életkorban jutunk, 14-18 éves, ott már olyanok vannak, hogy teljesítmények, elismerés, kimondta azt, hogy hát ez neked nagyon jó lehet. Ez nagyon, ez érdemes ezzel foglalkozni, ez nagyon jó lehet neked. Tehát amikor olyan konkrét bátorítást nem is kapott az ember. Ezeket mindent tesszük, ezeket a személyeket és mondatokat. Egészen odáig, hogy már egész közel vagyunk a célhoz, de nem érünk a célhoz azért, tudjuk, hogy hibácsítunk, hogy azt elérjük, de nem tudjuk, hogy mi volt az életében a legfontosabb elismerés, amit eddig kapott. Te mikor azt mondták neki, hogy ez az, hogy te csinálkál, ez mi kell. Vagy, ami érzelmileg neki sokat jelentett. Ki volt az a személy? Nincs ilyen képzettéket, akkor találjuk, nem valamilyen. Nem ismerték fel, nem mondták, hogy te okos, te jó, te szép, te tökéletes vagy. Szuper, amit csináltál, vagyis nem kapta meg azt az eredendő elismerést, ami olyan, mint egy forgony, amihez lehetőségek az összes terült az életben. És ha az megvan, akkor az egy ős forrás és ős erő. De hát meg tudjuk csinálni. Hát nem volt ilyen, nem vagy. Ki szeretnél téged ismerjen? Úgy elismerjen téged, hogy úgy mondja, lehet, hogy valaki jelented, de lehet, hogy csak rám néz, gyöngép szemmel, nem mondja a szemét, és így csinál. Tehát, hogyha ennyi kell, az nem tudom, el lehet, hogy a nyelvzet is érdekes, de érti, de mikor nem kellene szavak, csak valami olyan, amiről te tudod, hogy most amikor csinálhat, ez úgy van, hogy jó. De még mekkor van olyan, hogy például tanulnak jelentményedért kitüntettek, ahogy a igazgató nő, mondott egy kis beszélben, hogy XY olyan teljesítményt ért el, amiért az egész iskola előtt őt megdicsérni is. És lehet, hogy ez egy olyan nyom neki az életébe, ami egy forgony szem. És fontos, hogy csináljuk meg. Ki az igazgató? Hogy is mondta, fogalmazd meg azokat a mondatokat. Mert belülről jövő. Nem baj, ha nem pont úgy szól, de hogy szólt, hogy szólna. Jó. És akkor végre, ott van az a bizonyos dolog, amihez, ha már oda elsétáltunk, és minden hangot hallott már, vagy elmondom, hogy később össze az egészet, egyetlen folyamatát, mikor már oda elértünk, akkor oda teszünk azt is, aki az elismerést fogja adni, de ne felejtsétek el, hogy ki kell mondani a lélek számára, hogy ez elkészült. Elkészült. Ez megvan. Ez elérte. Ez sikerült. Célba értél. Az utat végigjárjuk. Jól öltöltjük motivációkat, és azt mondjuk, elérte. És aztán jön az elismerés. Melyből is a következő van, ezt még felépítjük, van, hogy gyorsan, hogy lassan, ki volt talán a saját emlékezeti távára, ez a nyomokra. Mikor ez kész, akkor egy főpróbát tartunk, és azt kérjük az illetőtől, újj le a szemed, áthalljuk, és hallgass a hangokat. És szól, ami abban kipróbáljuk, hogy mindenki a helyén is nem vagyunk, és folyamatosan hallod, nagyon jó, ilyen kívületes van, nagyon szeretem, fog ezt neked menni, minden sikerül. Már közelebb vagy a célhoz, biztos, hogy nagyon jól megy, annyira klassz vagy. Na hát nagyon szeretni valóban, de tudok a legjobban. Fog ezt neked, hajrá, hajrá, és elmegyek közélzeni. Csodálatos. Aki ezt egyszer megépít, csodálatos. Na most azt mondják, hát én nem hiszem, hogy ezt így végig próba, félpróba, és utána azt mondjuk, most figyelj, és akkor most mennünk végig ezt a szóval. Lelki szemed előtt, lebeg az a cél, amit szeretnél elérni, de a hozzávezetőjükhoz töltsük föl magunkat, hogy legyen hozzászó.
szívet, lelket, energiát, kedvet, és akkor végighallgatja a hangszeret, egy kísérő, a hangok, mind bekapcsolódnak, a célok lebeg, befújt szeme előtt, és végigjárja az utat. És akkor hát természetesen a végén általában nagyon jól érezzük magunkat, hogy gyakorlatilag tartsák minden, szóval nagyon-nagyon jó. Mert én is töltekezem ám, meg az a másik is töltekezik, mert miközben keresem, hogy hogy dicsértem engem haladhatva az életre. Közben magamban is járkálok, és építkezem. Tehát mindenki építkezik belőle. A mondani való rövid, ahhoz, hogy mi amit meg akarjuk csinálni, de akarjuk csinálni. És ezt meg is tudjuk csinálni, az a homonómia oldal, valakiért, valamiért, érzelmi töltéssel, ha nincs érzelmi töltés, le is ülhetünk nyugodtan. Aztán ültökélhetünk. Mert egy férfi is akkor kell föl, hogy aztán megcsinálja azt, hogy egy férfi megtehet, hogyha van kiért, valamiért, és ez megfelelő leismerésre vált. És mi nők felelősek vagyunk, hogy nem tanítjuk meg egymást, hogy a férfi páratlan, olyan alkotó személyiség, hogy valóban, én legalábbis ezen a véleményen vagyok, a férfi a teremtés koronája. Mert csak akkor, ha én megkoronázom, teszi fel nekem a fejemre a királynői koronát. Hát tényleg, ha én őt elismerek, csak tudom, ez az, hogy te vagy a férfi, igazi ember, el lehetett jönni. Ha mondd egy, nekem, te vagy változat, te kapcsolat ezt a tőlük is. Na mindennel így vagyunk az életben. Ha ő például megeszi azt az ebédet és nem mondja rá, hogy ezt meg önnyédel, feleség ez klasszikus, egyébként szabad esőtől lehet, az első, az a című reményéig az alibiát visszatérője, pont nagyon szereti a felesége őszkét, az itt hát vagyunk feleségünk, hogy főzöd, és akkor mindig mi van jókat, főz, akkor a feleség, ez klasszikus. És akkor belegyönjük a feleségünkről, nem van dicsérve. Na szóval, hogyha mi ilyen módon nem, az érzelmi töltéssel egymásnak, azt a segítséget, hogy az autonómiánk, és a homonómiánk, ami a beolvadás, az odaadás, a szeretet, és a kettő egyensúlya, mert csak ebből lesz valaki, és valakivé tudunk válni a világban. És a valakivé válás elismerője, úgyis csak mi magunk egymásnak vagyunk. Na most mindez csak azért mondtam mellette, mert valahogyan úgy gondolom, hogy nekünk ezeket kell magunkban frissen tartani, ezeket a gondolatokat, hogy mindig önszámomra élő módon, önreflektív módon, valahogy így végigcsurgatni magunkon, hogy például én hol tartok az életben, mi az az üzenet, ami az én korosztályomnak az üzenete, mi az én életfeladatom, és akkor mindig ezt végig gondolom, és azt mondom, jó, ez az, amit üzen az üdvözlő, de én, és te, és mindjárt az univerzum bárhol csillagai, mert még az egy kicsitek se informálni. Tehát azért nem mondhatják azt, hogy te ezt parancs, hogy ez a dolgom, de legalábbis te tudhatnak el, nem, hogy föltartod. Mi az életfeladat? Hogy értsem azt, hogy egy hasonló korunknál mi lehet az életfeladat? Legalábbis kapizsgálja, hogy van egy egyetlenes ember is, és van a páratlan egyedül, és így tudjuk lenni autonóm lények is, tökéletesen páratlan egyedül, meg az örök emberi közös vonásoknak is a borozói. Hát együtt tartok, és nem tudom tovább, hogy az nem szépen köszönöm a figyelmet. Egy-egy mondatot, nem tudok elmenni. Azt a jó, hogy érzik az egyik
amerikai boldogság kutató példát kiadtam feladatul, mert a kutatások azt igazolták, hogy a legjobban köszönni, ami vele történik. Köszönöm szépen, milyen kedves vagy, hogy ezt lehet, stb. És napjában legalább ötször. Ez egy olyan tréningre tartja a biológiai erőket, hogy teljesen egészségesen leszel, de elindít egy másfél. Akinek te megköszönöd, most jobb egyet oldva, de a következőnek ő tovább tudja. És ez egy nagyon jó látszalat. Na, azt mondta az egyetemi hallgatóinak, akkor most az a feladat, hogy mindenki igyekszik ezt megcsinálni, az érés következik. És egy hallgató ellen áll, ahol tudom, persze, hogy a mondja szükséglet, hogy valaki akar lenni, aki az a valaki, aki maradt, hogy nem csinál. Na minden esetre azt mondta a tanár, hogy hát nem lehetne, hogy mégis legalább egy valakinek köszönetet mondani, hogy írni egy levelet, hogy valami, hogy próbálja már meg, nyomja ki magához azt a köszönetet. Ez egy hogy segített neki egy embert, nem a vége, nem most a kilóka. A diploma közelre tehát régből, nem is fog megismerni, megírta a levelet. Erre kapott egy válaszlevelet nagy meglepetésre. Nem ajánlok egy ösztöndíjat és egy állást. Nagyon örülök, hogy így megőrzött az emléket.